Ebben a mostani videóban a spirulina és a klorella algákról lesz szó, 7 olyan problémakörről és élethelyzetről, amikor célszerű őket rendszeresen fogyasztani. Üdvözöllek itt, Hülyei Szabolcs Zoárd! A mikroalgák több mint 3 milliárd éve léteznek a Földön, a legősibb élőlények csoportjába tartoznak, és az ember már évezredekkel ezelőtt használta, alkalmazta őket. A spirulina alga például egy sejtfal nélküli élőlény, amelyet így a testünk nagyon jól tud hasznosítani, akár 95%-ban is képesek belőle beépülni a mikrotápanyagok a szervezetünkbe. A klorellával kapcsolatban pedig talán a legérdekesebb dolog az a növekedésének a gyorsasága, egy nap alatt kb. Megnégyszerezi magát. Ezt a klorella a benne lévő úgynevezett növekedési faktorral tudja elérni, ami egy egyedülálló vegyület keverék, amelyet a Földön lévő élőlények új DNS és új sejtek építéséhez használnak. Ezt a két algát egyébként bátran lehet biomultivitaminoknak vagy sűrített zöldségeknek is nevezni. Kb. 50%-uk fehérjékből áll, tartalmaznak vasat, C-vitamint, magnéziumot, cinket, rezet, káliumot, kálciumot, omega-3 zsírsavakat, B-vitaminokat, K-vitamint, nátriumot, karotinoidokat és rengeteg antioxidáns vegyületet is. Fontos még a mikroalgákkal kapcsolatban, hogy elegendő vizet ígyunk, amikor szedjük őket, mivel csak elegendő víz mellett tudnak jól érvényesülni a testünkben. A legjobb a desztillált víz, melyről készítettem korábban egy videót, amit otthoni desztilláló készülékkel tudsz előállítani magadnak minden nap. Az első fontos terület az a táplálkozási hiányosságoknak a csökkentése. A leginkább visszaszorult ételcsoport napjainkban a zöldségek, belőlük eszünk ugye jóval kevesebbet, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt fogyasztottunk. Főként ugye zöld színű zöldségekből fogyaszt a 21. századi ember keveset. Ezen probléma kiküszöböléséhez nagyon jó segítséget nyújt ez a két alga, tehát ha nem eszel elegendő zöldséget, főként zöld színűt, akkor a spirulina és a klorella segíthet abban, hogy csökkentsd a táplálkozásodból fakadó hiányosságokat. A második fontos problémakör a szív- és érrendszeri betegségek. A szív- és érrendszerünk számára a legfontosabb ételek és italok a zöldszínű természetes ételek és italok, mint amilyenek a zöldszínű leveles zöldségek, vagy a spirulina és a klorella alga. Nagyon sok magas vérnyomásos beteg számol be arról az interneten is, hogy a két alga fogyasztás hatására már 2-3 héten belül mérhető csökkenést tapasztaltak a vérnyomásukban, hosszú távon pedig egyértelműen hozzájárultak a kockázatok csökkentéséhez. Ez a két mikroalga azért lehet hatékony a szív- és érrendszeri problémák esetén, mert jelentősen mennyiséget tartalmaznak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, illetve a kockázatok csökkentéséhez elengedhetetlen mikrotápanyagokból, ugye káliumból rengeteget, magnéziumot és K-vitamin is van bennük, bioaktív, azaz jól felszívódó formában. A harmadik a cukorbetegség és a hozzájuk kapcsolódó tünetek. Először is cukorbetegség esetén is rendkívül fontos, hogy legyen elegendő kálium és magnézium a testünkben, melyből a spirulina és a klorella ugye bőven tartalmaz. Másodszor ez a két mikroalga csökkenti a trigliceridek és az LDL koleszterin szintet, mely mindkettő fontos cukorbetegség esetén. A harmadik pedig, hogy a klorella alga sejtszinten javítja az inzulin érzékenységet, és azaz hatására javul az inzulin hasznosulása a testünkben. A negyedik a károsanyagok eltávolítása a szervezetünkből. A mikroalgák tele vannak klorofillal, ami messze a legjobb méregtelenítő anyag. Jó hatással vannak a májunkra is, például elzsírosodott máj esetén is szedheted, illetve a májtisztítási célból érdemes együtt fogyasztani őket a mária tövissel, melyből inkább a port választ és ne az olajat. A mikroalgák fel tudják gyorsítani a nehézfémek távozását, mint amilyen az arzén és az ólom, vagy amelyek például a légszennyeződés miatt ugye kerülnek be a testünkbe. A méregtelenítés következtében egyébként nagyon jó immunerősítővé is válnak. Az ötödik problémakör, amikor érdemes a két algát szedni, azok az allergiával, illetve ételintoleranciával összefüggésbe hozható problémák.
Ide tartozó tünetek ugye az ordulás, az allergiás rinitis, az emésztőrendszeri tünetek, mint a puffadás vagy a székrekedés, illetve a bőrön megjelenő allergiás reakciók is. Tehát mind étel, mind pollen allergia esetén érdemes a terápia részévé tenni az algákat. Csökkenthetik a viszketést, az ordugulást, a tüsszögés erejét, emésztőrendszeri gondok esetén pedig a puffadás mértékét, a székrekedés vagy a hasmenés gyakoriságát. A hatodik betegség, amikor érdemes a terápia részévé tenni őket, az a kandida gomba elszaporodása. A spirulina valójában nem is egy alga, hanem egy baktérium, pontosabban egy cianobaktérium. Éppen ezért prebiotikumként is szolgál az emésztőrendszerben, így segít abban, hogy visszaépítsd a károsodott bélflórát. Illetve kutatások során azt is megfigyelték, hogy képes a kandidasejteket eltávolítani az emésztőrendszerből. Kandida esetén ajánlott probiotikumot is szedni, és ha már szeded, akkor érdemes együtt szedni a spirulinával, melyet így prebiotikumként ugye tudsz alkalmazni. A hetedik és egyben utolsó probléma terület az az immunrendszer megerősítése, akár abban az esetben is, ha valami miatt meggyengül az immunrendszerünk, akár megelőzési célból is. Gyengül az immunrendszer például ugye sugárkezelések vagy kemoterápiás kezelések alatt, tehát ilyenkor fokozottan ajánlott az immunerősítők tudatos pótlása. Az őszi és téli időszakban, illetve amikor a gyerekek ugye iskolába mennek, ugyancsak nagyobb terhelésnek van kitéve az immunrendszer. A spirulina fogyasztása hatására megnő ugye a testünkben az antitestek, a fertőzések ellen harcoló fehérjék és más immunerősítő sejteknek a száma. A chlorella alga növeli a természetes ölősejtek számát és fokozza a T-sejtek aktivitását, melyek mind-mind fontos feladatokat látnak el ugye az immunrendszerünk működésében. Összefoglalva végezetül még egyszer a 7 problémakört, amikor érdemes spirulinát és klorellát szedni. A táplálkozási hiányosságok elkerülése céljából szív- és érrendszeri problémák esetén és a megelőzéshez, cukorbetegség esetén és a sok szénhidrátot fogyasztunk méregtelenítési célból, allergia csökkentéshez, kandidagomba esetén a kandida diéta alatt és immunerősítéshez. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. Itt felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a piros feliratkozás gombra kattintva, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!